A szenvedélybetegség is súlyos szövődményekkel járhat, állítják a szakemberek. Kezelésük legalább annyira fontos, mint a közvetlenül az egészségre veszélyes betegségeké. Mi hamarabbi felismerésük és helyes módon történő kezelésük nagy szerepet játszik a gyógyulás folyamatában. Szabó Judit Izabella, a Kallódói Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány elnöke elmondta, hogy az elmúlt években a pandémia hatásának köszönhetően kialakult feszültségek miatt egyre többen keresik a nyugalmat mesterséges módon az életükben, ami pár év után nagyon rossz kimenetelt is eredményezhet. A Kallódói Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány neve nem ismeretlen itt a völgységben. 30 éve foglalkozunk szenvedélybetegekkel, és a Zsibrik Hidrogterápiás Intézetet működtetjük sikeresen már a kezdetektől. A rehabilitációban elért eredmények hívták létre azt az ötletet, hogy a terápiás ellátási lánc többi elemét is meg kéne valósítani viszonylag közel elérhető közelségben, azért annak érdekében, hogy minél szélesebb rétegeket tudjunk elérni ebből a célcsoportból. A szenvedélybetegek alatt mi értjük úgy az alkoholfüggőket, kóros szerhasználókat, mint az illegális drogok használóit. A mi ellátórendszerünk abban igyekszik segíteni, hogy egyrészt megelőzze ezeket az ártalmakat, másrészt kezelje a már meglévő nehézségeket. A szenvedélybeteg populáció egy rejtőzködő populáció, ezt mindannyian tudjuk, nem szívesen jönnek elő emberek azzal a problémával, hogy a szerhasználat legyen az alkohol, vagy ne adj Isten bármilyen illegális szer, nehézségeket okoz az életükben. Jelenleg 30 fős ellátói körrel dolgoznak, ahol csoportos foglalkozások keretein belül nem csak a völgységből, hanem az ország egész területéről érkeznek szenvedélybetegséggel küzdők. A leszokás folyamata egy hosszabb időintervallumot vesz igénybe, ahol mind az egyénnek, mind pedig a környezetében élőknek fontos szerepe van. A szakembereink, akik között pszichológus, szociális munkás, teológus, addiktológiai konzultáns van, széles körben tudja megszólítani ezeket az embereket. A visszaesés nem zárható ki ebből a folyamatból, de a szenvedélybetegséget, ugyanúgy a felépülést is egy folyamatként lehet ábrázolni, tehát nem egyik percről a másikra alakul az ki, hogy valakin a függőség ugye kényszeres tevékenységként úrrá lesz. Ugyanúgy a felépülés is egy hosszú folyamat, amiben igen, beleférhetnek visszaesések, meg csúszások, viszont hogyha a kezelőrendszer közel van, és elérhetőek a segítségek, a támogatások, akkor ezek a megcsúszások is rövid időn belül helyrehozhatók, és a felépülési folyamat nem szakad meg. Ezek a tapasztalataink, hogy akik a kezelőrendszert igénybe veszik, akik nem félnek professzionális segítséget kérni, és ahol megmaradnak ezek a segítő kapcsolatok, ott a felépülés is egy folyamatos gazdagodás, személyiségformálódás és kapcsolati háló javulást eredményez. A leszokás folyamatában az állapot felmérés után egy személyre szabott terápiával segítenek az őket felkeresőknek. Az első az az, hogy föl kell mérnünk, milyen állapotban van az, aki hozzánk jelentkezik, tehát nyilvánvalóan az életnek vannak olyan területei, ahol a szenvedélybetegség rombolása jobban látható, ilyenek az emberi kapcsolatok, a munkaügyi státusz, az egészségügyi állapot, a mentális állapot és a tervek vagy vágyak, jövőre vonatkozó elképzelések megléte vagy miensége tartalma. Ezeken a szempontokon keresztül menve tudjuk bemérni azt, hogy a felépüléshez, egyfajta felépülési terv elkészítéséhez milyen területeken kell beavatkoznunk. Varga Norbert, a Civil Addiktológiai Központ programvezetője arról mesélt, hogy a hét mindennapján várják azokat az embereket, akik segítséget kérnek valamilyen szenvedélybetegség kezelésében. Akikkel mi itt foglalkozunk, azok maguk tudnak lenni egyszer a felépülő szenvedélybetegek, akik már elvégeztek valami rehabilitációs dolgot, és hogy már valami terápiás folyamatban benne vannak, vagy pedig megtalálnak minket maguk az aktív szerhasználók is, akik általában olyan segítséget kérnek, hogy szeretnének bekerülni drogrehabilitációs intézménybe,
Nyilván mi elsősorban a zsibriki rehabilitációs központot szoktuk javasolni, és oda igyekszünk előgondozást végezni, ami áll abból, hogy többszöri konzultációban, személyesen vagy akár online is, valamint van egy felvételi eljárás, továbbá nyilván, tehát hogy több dokumentációt is be kell gyűjteni, különböző házi orvosi beutaló, szakorvosi vélemény, ami nekünk az ellátásban vételhez szükséges. Hozzátette, táborokkal próbálják meg átadni a diákok számára azokat az ismereteket, amik segítségükre lehetnek a személyiségfejlesztésben. Valamint most idén nyárra tervezünk egy KT-tábort megvalósítani. Két turnusba gondoltuk. Június 20 és 24-e között, ez pedig az 5 és a 6. osztályosoknak, valamint 27-e és július 1-e közt, ez pedig a 7. és 8. osztályos fiataloknak. Azért van külön szedve, mert hogy ugye, hogyha azt nézem, hogy maga a KT program az 22 darab kompetenciából áll, ezeket nyilván az életkori sajátosságok miatt is fontos volt különböző darabokra felszeletelni, modulokra felszeletelni, és így az életkori sajátosságot figyelembe véve adjuk át nekik ezt a fajta személyiségfejlesztést. Tordáné Dömsödi Zita, a terápiás munkatárs elmondta, a 10 alkalmas csoportos terápia lehetőséget nyújt arra, hogy az érzelmeken kívül önismereti munkával is foglalkozhassanak. Az apa-anya-pia csoporttal olyan embereket próbálunk elérni, akik szenvedélybeteg családokban nőttek fel, mivel az ilyen családokban felnőtt embereknek közel a 40%-a később maga is szenvedélybeteggé válik, illetve sokan küzdenek pszichés problémákkal, életbeli elakadásokkal, kapcsolati problémákkal, házassági párkapcsolati problémákkal, illetve bizalmi kötődési problémákkal. Őket próbáljuk meg ezzel a csoporttal elérni. Ez egy csoportvezető által vezetett csoport, 10 alkalmas. A csoportnak az erőssége még a sorstársi közösség, amikor olyan emberekkel lehet beszélni, akik szintén értik azt, hogy mi megyünk keresztül, illetve nagy erőssége az is, hogy maga a csoportvezető is sorstársi közösségben van, tehát érintett ő maga is. Jelen esetben itt a Bonyhádi csoportban én vagyok a csoportvezető, illetve még nálunk különlegességnek számít az, hogy érintünk hitbeli kérdéseket is, foglalkozunk Istennel, hitbeli elakadásokkal is, hitbeli krízisekkel is, az Istennel való kapcsolattal is. Akaraterő és kitartás nélkül a leszokás folyamatában nem érhető el hosszú távú eredmény. Minden esetben javasolt szakember felkeresése is.